Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás, és én indítanék. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Tehát itt tényleg hétvégéről van szó. Megnézzük azt, hogy mi történik a pénteki napon. Itt látható az ablakoknál, hogy itt látható valami, vannak lehetőségek, vagy több ajánlat, itt döntésekről is szó van, és itt felül ez a kép jelenti a 4 levelű lóherét, tehát ezeknél az ajánlatoknál, döntéseknél szerencséd lesz. Itt megjelenik a kígyó, és a kígyónak van gyógyító hatása. A ház jelentheti a családot. Tehát, ha valaki beteg a családban, akkor itt vannak a lehetőségek, a szerencse, meg van a gyógyító erő. Ha ezen a területen dolgozol, ilyen egészségügyi területen, akkor itt lesznek ajánlatok, elfogadhatod, ez szerencsét hoz, és a ház jelenti, hogy itt kiépül akkor majd valami. A kígyó jelenthet egy nőt is, az lehet a családból valaki, vagy a ház jelenti az otthonodat, és a kígyó, ez a hölgy megjelenik a környezetedben, ez lehet egy szomszéd nő is, és itt van a szerencse, tehát egy jó kapcsolat. És a ház itt jelentheti valaminek a kiépítését, vagy az otthonodat, vagy a családot. Az is lehet, hogy ez a hölgy meg akar látogatni téged. Szombat. Itt láthatóak a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Érezhető a könnyűség és a vidámság. És itt a kincsek jelentik a nyereményeket, de jelentik a te belső értékeidet is, hogy te ezt nyújtani tudod, hiszen megvan a tehetséged, ez lehet egy kreatív munka is. Itt a háttérben ez a férfi segíteni fog neked, hogy meglegyen a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony jelenti a munkát és a hivatást, és itt lesz egy jó ajánlat, itt lesznek kedvező olyan dolgok, ami számodra kedvező, tehát egy jó ajánlat, és éled a hivatásodat. És ez a férfi segíteni fog neked ebben, vasárnap. Itt a madarak jelzik a könnyűséget és a kommunikációt. Ez a férfi közeledni fog hozzád, lesznek változások, lesz mozgás, előre mennek az események, és itt az utaknál döntésekről van szó. Ti megbeszélitek majd egymással, hogyan tovább, milyen irányba, a párkapcsolatot illetően is, és a hivatást illetően is, hiszen itt megjelenik a munka, a hivatás is. És ez volt a felvétel, köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!